Tegnap este megnéztem a Most vagy Soha című filmet, amiről ugye mi már beszámoltunk a mi YouTube csatornánkon, hiszen elmehettünk forgatni a forgatásra. Beszéltünk az alkotókkal, és igazából nagyon vártuk a filmet, mint általában minden magyar filmet nagyon várunk, hogy hát, ha most megtörténik a csoda. Mielőtt neki kezdek a véleményem kifejtésének, szeretnék egy rövid disclaimer tenni. Uh, nyilvánvalóan a filmnek van uh, nem kis politikai uh, háttere. Most ez az a terület, amitől mi gyakorlatilag csatornailag. Megalakulásunk óta szeretnénk magunkat minél távolabb tartani, pro és kontra is. Viszont ez egy műalkotás, ez egy filmművészeti alkotás, ami készült. Én ebben a videóban szeretném most ezt úgy átbeszélni, elmondani a véleményemet, benyomásaimat, hogy levágok róla minden politikai érzelmet, gondolatot és politikai szálat ami a filmé, és levágom azt is, ami az enyém. Próbáljuk ezt most itt úgy nézni, mint egy filmművészeti alkotást, annak megfelelően. Nyilvánvalóan, aki politikai típusú elemzést szeretne, vagy véleményt szeretne hallani, az az ideológiai irányultságának megfelelő honlapokat felkeresve már most bőven talál. Az egyik oldal az isteníti, a másik oldal az mindenhova elkívánja a filmet, és nyilván politikai érvekkel ezt ö, meg is támogatják. Én a filmen szeretnék foglalkozni. Előjáróban annyit, hogy ö, nyilván sokkal összetettebb a film annál, hogy szar, vagy nagyon jó. Megpróbálom ezt nektek úgy körbejárni és ö, elmondani, hogy érezzétek a, 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 problémáimat a filmmel, meg érezzétek azt, hogy mi az, amit tetszett benne, anélkül, hogy bármit elszpoilereznék. Bár ugye a történelmi szállat annyira nem nehéz, hiszen tudjuk 48-ban mi történt. Lesz egy-két jelenet, amit így megfleggelek nektek. Mondok róla egy-két dolgot, amiről fel tudjátok ismerni, viszont nem mondom el a részleteket, ott majd kíváncsi leszek a véleményetekre. Szóval! A készítők nem kevesebbet vállaltak magukra, mint hogy elkészítik uh, a magyar filmgyártás első fikciós-történelmi filmjét. Ugye uh, ennek a stílusnak, én ezt a stílus nagyon szeretem, ez külföldön uh, nagyon bevett szokás. Zseniális ötlet. Fogunk egy történelmi figurát, egy történelmi helyszínt, egy történelmi eseményt, és csinálunk belőle egy fikciós akciófilmet. Csak jó, imádom. Nagyon jó ötlet. Végre eljutottunk ide, hogy egyáltalán ez valakinek eszébe jutott, hogy gyerekek nem csak ilyen ö, dohos öltönyszagú szódászifon szemüveggel lehet mondani, és akkor 48. március 15-én a Landerer nyomdáma. Gyakorlatilag ez, ez mindenkit eltámtolít a történelemtől, ugyanúgy, ö, <coughs> mint a filmezéstől. Ez a film ez felvállalta azt, hogy ezt most áttöri. Hogy itt most gyerekek megmutatjuk, hogy ezt lehet másképp csinálni. Ezt valóban megmutatta és valóban lehet másképp csinálni, és azt mondom, hogy ez az irány végre a jó irány. Végre egy élvezhető irány. Érdemes megnézni. Mindenkinek érdemes megnézni. Annak is, aki szereti a történelmet, annak is, aki szereti a történelmi témájú filmeket, illetve annak is, aki nem szereti ezeket. Térjünk át a lényegre. Az egész film, az egész filmen ezt érezni végig, hogy az alkotók ezt nagyon szerették volna. Mondhatnám úgy, hogy nagyon akarták. És ez az akarás, ez gyakorlatilag a film első másodpercétől az utolsó másodpercig száz százalékon ég a filmben. Ami nagyon jó, mert mert a készítők elhivatottságát mutatja, dramaturgiailag viszont egy iszonyatosan nagy bukta. Nem visz sehonnan sehová. Értem, hogy ez egy nap történése, értem, hogy itt sűrűnk, sűrű volt az esemény sor. De nekem, mint nézőnek, mint, 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 egyszerű filmet néző hétköznapi embernek szükségem van arra, hogy, hogy néha egy picit megpihenjek film közben. Általában ugye egy bevett dramaturgiai szokás az az ilyen akció jellegű filmeknél, hogy egyből bekerülünk egy akció jelenetbe a film első másodpercében, megismerjük a szereplőket, erőviszonyokat, stb., majd jön egy kis pihenőrész, és épül föl a konfliktus, és a végére a megoldásra kicsúcsosodik az érzelmi csúcs, pont az valahol a vége felé van. Na most itt is így kezdődött a film, az első másodpercekben én, én, én eldobtam a kezemből a műzlit, mert fogyok, húrázok, nem tudom, látszik -e. Na mindegy. Eldobtam a műzlét, és azt mondtam, hogy Basszus. Képrendben. Zene zseniális. Csodálatos a filmzenéje. Picit hangos, mert nem hallottam az első szereplő első megszólalását, és egyébként ez a filmem végig igaz, hogy hogy picit ilyen, 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 ilyen meghasonult állapotban éreztem magam, hogy most filmet nézek, vagy koncertet hallgatok, mert önmagában mind a kettő élvezhető, együtt egy picit zavaró. Elindul a film egy 80%-os feszültséggel és energiával és pörgősséggel. És akkor, amikor vá várod azt, mert a történet ott tart, így az első pár perc után, hogy nem most akkor egy kicsit leülünk, akkor erről a 80-ról vissza megy 78 2 percig, majd fölmegy 100-ra, és ott van végig. Lehet ezzel vitatkozni, látom benne azokat a pontokat, amikor pihentetni szerették volna ö, a nézőt, de nem sikerült. Tehát ö, én lelkileg, pedig szeretem a témát, szeretem a történelmet, érdekelt a film, ö, lekötött ö, a, 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 amit látok, sokszor rázott a hideg közben, annyira, annyira jó megoldások voltak benne, de a 30. percben egyszerűen elfáradtam lelkileg, és volt még másfél óra hogy elindul ez a 80-100%-os feszültséggel, 80-100% körüli pátosz erősséggel, és gyakorlatilag ezt tart a film végéig, és kifáraszt. Sok. Túl van tolva egy picit. Ezért mondom, hogy érezni a készítőkön azt, hogy nagyon szerették, nagyon akarták, nagyon meg akarták mutatni, és ez minden pillanatban. Tehát a Petőfi gyakorlatilag három-négy jelenetet leszámítva, ha lép egyet, az heroikus. és ez már egy kicsit sok. Van egy szereplő a márciusi ifjak közt, aki oldani hivatott ezt a, ezt a ömlenyt gyakorlatilag, és picit lazítani ezen a, a, szorításon, amit a néző érez az első másodperctől. Tényleg nem akarom elszpoilerezni, hogy kiről van szó. Az egyik márciusi ifigy, nem tudom, hogy történelmileg így van ez az én hiányosságom, iszonyat nőcsábász. És nem csak, hogy nőcsábász, de a nő, nők álma is. Tehát ilyen, ilyen, korai Brad Pitt, vagy Jason Momoa, csak fel van öltözve, és bajsavam. Ha Ha készítők oldaláról nézzük, akkor hogy, hogy, hogy értetjük meg ezt a nézővel? Úgyhogy amikor megszólal, akkor teszünk bele egy ilyen kis csavart, hogy, ér, tehát, hogy, hogy, hogy ő, 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 imádja a nőket, hogy ez úgy benne van. És egy picit felette van ezen a pátos ömlenyen, ezáltal euh, lazítva ezt. Tök jó ötlet. Egyszer. Kétszer. Há Háromszor. De a 78. megszólalása, amikor 78-ból 78-szor az van, hogy ő a laza humoros csávó, aki egyébként nő csábász, és minden másodpercéből esüt a karakterének, az megint sok. Karaktereknél is azt éreztem néhol, hogy nagyon túl vannak tolva. Nagyon szájbarágosan meg akarják magyarázni, hogy látod, ő a jó fej, laza srác. Mert mindjárt megszólal megint. Látod? Látod, csajozós? Csajozós? Én mondtam, hogy nem felejtetted, de milyen. Laza, csajozós. Aha. Látod, hogy milyen laza és csajozós? Így a harmadik után azt mondja az ember, igen, 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 látom, lépjünk túl, hova fejlődik a karaktere például. Hát, ö, Nagyon sehova. Mint ahogy a legtöbb karakter sem ö, fejlődik gyakorlatilag sehova. A főszereplővel is egyébként ö, ez a gondom nem tisztán megítélni, hogy hasonlít-e Petőfére vagy nem. Nekem egyébként hozta azt a hangulatot, tehát nekem hozta a Petőfi hangulatot, ahogy ránéztem. Az, hogy Szendrei Júlia gyakorlatilag 3000 darab kokárdával a zsebében közlekedik 024 a film alatt, az még egy picit furcsa volt, hogy annak ellenére, hogy tényleg tele van olyan megoldással, ami szép, tele van olyan megoldással, ami ötletes, tele van, tele van olyan dramaturgiai ponttal, amire azt mondom, hogy váó, basszus, nem láttam ilyet magyar filmben, hogy, hogy hogyan érzékeltetjük egy szobában a, 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 az 50, a jelenlévők 50%-ának erő fölényét a többi 50%-kal úgy, hogy egyébként az erő az megfordul, és mindezt két vágóképpel elintézik nekünk, és azt mondom, hogy azt a mindenit, hogy, hogy, hogy hol voltak eddig ezek az emberek, minden mellett van benne, hát legalább két olyan dramaturgiai megoldás, amikor lehet, hogy, hogy ott, ott túl hangosan sóhajtottam föl a, a nézőtéren, mert, mert az nagyon fájt. Megfelegelem nektek ezt a két jelentet, nem fogom elárulni. Az egyik jelenet az, amikor van egy lángoló belső tér, tűz mindenhol, füst, fogy az oxigén, a bent lévő összevert emberek kapkodnak a levegő után, és meg akarnak fulladni gyakorlatilag. És kicsit ilyen teszett osza módon, ilyen, ilyen John Travoltásan mászkálnak a helyiségbe, hogy na most akkor mi lesz, hol halljak meg. Mindezt teszik egy, hát 5-6 méter magas kazettás üvegportál előtt. Tehát két lépésre az ablaktól. Ami ha nem nyitható, akkor legalább törhető. Ez volt az első olyan pont, ahol azt éreztem, hogy itt most azért ugrik a cápa. Tehát itt, itt, valamit nagyon meg kellett oldani. Ennél a jelenetnél egyébként volt több olyan dramaturgiai problémám, amit nyilvánvalóan értek, és nyilvánvalóan tudom, hogy, hogy itt a, a játékidő valószínűleg a, vágás azt talán feláldozta azokat a jeleneteket, amik itt ezen a környéken lettek volna, de itt jelenet hiányos a dolog. Ami ami, 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 tényleg kiverte nálam a biztosítékot, és talán azt tudom mondani, hogy ez a film legrosszabb, számomra legrosszabb pontja, és ha többi nem lenne olyan jó, akkor, akkor, akkor ezt talán el is tudná rontani az egész filmélményemet. Az gyakorlatilag, ha láttátok a Batman vs. Superman című filmet. Bizony, ilyen példákat hozok egy magyar filmmel kapcsolatban. Batman vs. Superman. Emlékeztek arra a pontra, ahol Batman és Superman egymásra talál? Mi volt az a pont? Mi volt az a pont, a a a ahol azt érezték, hogy nem ellenfelek vagyunk, hanem testvérek? Keblemre bátya. Ez a Márta. Én anyám is Márta, te anyád is Márta. Azt a mindenit, mind a ketten Márták vagyunk, akkor tesók vagyunk típusú dolog. Na most ez legalizálta, ez a film sajnos ezt a dramaturgiai pontot legalizálta. És ez megjelenik a Most vagy soha című filmben is. Ami egyébként nem tudom, hogy ezen a ponton, ezért nehéz az, hogy, hogy van a, a, a fikciós szál és van a történelmi szál, mert nem tudom, hogy ez a megoldás ez történelmileg így volt-e, mert ha igen, akkor nem tudom felróni a készítőknek, hogy ők egyszer csak bemutatták, hogy egy helyzet így oldódott meg. Viszont ha nem, akkor akkor ez a lehető legolcsóbb dramaturgiai megoldás ever, amit ö, magyar történelmi jellegű filmben ö, ki tudtak találni. Ezt a jelentetet onnan ismeritek fel, hogy Petőfék mennek a helytartó tanácshoz, és útjuk a tája néhány olasz katona. És ö, hogy hogyan oldják meg ezt a helyzetet, hogyan jutnak át az olasz barikádon, na az a Márta effektus. Ha mondom, ha ez tényleg így történt, akkor, akkor itt most megkövetem az alkotókat, de ha nem itt történt, akkor passzus. Tehát, hogy ez akkora luk, ez akkora pofánverés, hogy, 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 nekem ez maradt meg leginkább a filmből. Még térjünk ki arra, igen, hogy történelmi szár, fikciós szál. A fikciós szálon a fikciós szál szerintem sokkal erősebb. A rendezésen érzem azt, hogy ez nem egy akciófilm rendező munkája, de meg tudom bocsátani, tehát el tud vinni a szép technikai megoldás. Mondjuk akció jeleneteknél én, én más kamera beállítást, illetve más kamera mozgást használtam volna sokszor, így nagyon sokszor leugrik az egyébként tök jó kaskadőri munka, illetve az, hogy három másodpercet várunk, hogy valaki üssön. Nyilván ez, ez ez, ez egy ismert magyar filmbetegség. Itt sokkal kevesebb van belőle. Tehát le a kalapa, sokkal kevesebb van belőle, de még mindig itt van. Tehát ide egy akciófilm rendező kellett volna erre a szára legalább, ö, aki ezt, ezt ezt érzi és tudja. Viszont még mindig ez a legerősebb szála a filmnek, szerintem. Itt van karakterfejlődés három embernél. A színészek. Többsége nagyon jó ezen a vonalon szerintem. Kimondottan, kimondottan izgalmas akciódús. Számos ö, egyébként akciófilmben korábban látott megoldást gyúrtak ide-bele. Számos olyan, olyan ö, megoldás van, amit már valahol láttunk, és néhányat fel is tudunk idézni, hogy honnan. Nekem ezzel sincsen bajom. Tényleg. Lehet ezen rugózni, hogy igen, ö, beletették, mert egy akciófilmbe bele kell tenni azt, hogy igen, beletették. És akkor ott van a történelmi szál. Aminél ugye én az alkotókkal, amikor beszéltem, akkor azt mondták, hogy ez a végletekig hiteles. Uh, hogy arra is törekedtek, hogy nem csak, hogy a pilvaxban, a filmben uh, látható ételek eredeti recept alapján készültek, de még a stáb a kételingen is uh, eredeti, korabeli ételeket fogyaszthatott, pontosan azért, hogy egy kicsit átérezze ezt a hangulatot, előkészítve egy ilyen, nem tudom, magyar metodekting iskolát, vagy nem tudom. És az a baj, hogy ezen a szálon meg ezt érzem, túltolva, nagyon. Tehát a történelem, ahogy petőfiék megjelennek, egyből jön a patetikus zene, egyből jönnek a, a, a heroikus beállítások, a heroikus megoldások, a film egészében négyszer-ötször. Tehát a, a, a vége érzelem, a vége feszültség, a vége pátosz, fok, négyszer, ötször, hatszor megjelenik a filmben. És ez sok. Tehát elfáradunk benne. Ezen a történelmi vonalon több problémám van a szereplőkkel, de igaziból egyikkel sem annyira, hogy valakit nagyon ki tudják emelni. Én mondtam nektek, hogy ez nem lesz olyan értékelés, hogy zseni vagy szar, mert egyik sem igaz a filmre. Én azt érzem, hogy ez a film, illetve a készítők nagyon akarták leküzdeni a, a, magyar filmes tipikus hibákat. És azt érzem, hogy tízből egyszerűség kedvéért ötöt kikapáltak. Nyoma sincs. Tök jó megoldások vannak. Zseni. Végre. A maradék öt viszont mélyült. Még mindig azt a lovat kerülgetjük, aminek eddig az egyik oldalán átsorogtunk, és nem hittük el, hogy föl tudunk ugrani a hátára. Most akkor átugrottunk, hogy gyakorlatilag két lovardával egy csapottunk a földbe. Ami nem baj. Tehát még azt is mondom, hogy nem baj. Mert legalább rájöttünk, hogy hopp lehet ezt. Hát tudjuk, hát föl tudunk ugrani. Jó, legközelebb egy kicsit kevesebbet kell, egy kicsit diszkrétebben, szolidabban, éggustusosabban, visszafogottabban, és akkor meg lesz az aló. Ugye a magyar film történetében is azt gondolom, hogy egy fontos helyet foglal el ez a film, nem a mondani valója miatt, hanem pontosan ezek miatt, amit itt elmeséltem róla. Itt most lehet, hogy nyitottunk egy olyan kaput, amin, amin, amin többen megpróbálhatnak átslisszanni a ló túloldalára. Összességében ez egy nézhető jó magyar film, de nagyon megterhelő. És nem, nem, nem a mondani valója miatt, hanem ez a túltolt pátosz ömleny miatt, ami gyakorlatilag a történelmi szálon fut. Én kimondottan élveztem ezt a, ezt a kettőségét a filmnek. A rendezés is azt gondolom, hogy nagyon sok helyen tök jó, nagyon sok helyen leugrik. A, a színészek többsége jó, néhányan nem kellettek volna bele. A zene zseniális, de túl sok, tehát ez egy koncert. Ezt kicsit vissza kellett volna venni, kicsit pihentetni kellett volna a nézőt. A plánozás, a fényelés, az utómunka azt szerintem tök jó, a CGI minimálisan volt benne olyan pont, amire azt tudtam mondani, hogy hát, oh, na, azért lehetett volna másképp. Körülbelül 95%-ban hibátlan, legalábbis nekem, nagyon tetszett. Ha kellene döntenem, hogy ez egy jó film vagy rossz, így egy szóval, nem rossz. Nem lehet rá azt mondani, hogy egy rossz film. Viszont azért nem lett jó, mert nagyon jó akart lenni. Ez egy új magyar betegség, ami átszivárgott a filmkészítésben. Ez ránk általában ugye jellemző, hogy szeretünk valamit nagyon akarni, és azt egy picit túl tudjuk tolni. Na most itt itt, itt túlment, Béláim. Ez egy kicsit túlment. Viszont az, hogy az alkotók ezt akarták, megpróbálták, látszik benne a gondos munka, látszik az odafigyelés, látszik a, a, az akarás ez mindenképpen a magyar film hasznára válik, és ez mindenféleképpen pozitív. Viszont még mindig nem készült el a, én azt gondolom, hogy az a történelmi jellegű magyar film, amire így mindenki vágyna már egy kicsit. Ez még mindig nem az. Viszont eddig ez van hozzá a legközelebb. Millió egy dolgot tudnék még mondani, sokkal könnyebb lenne egyébként, hogyha spoiler de nyilván nem fogok. Azt ajánlom, hogy menjetek el, nézzétek meg. A gyerekeiteknek majd nem kell, mert ők az iskolában úgyis szerintem jövőre már ezt fogják nézni, és innentől még az unokáink is, amíg nem készül másik, az, az a március 15-e környékén ezt a filmet fogják nézni, a tévében ezt a filmet fogják adni mindenhol ez a film lesz egy új mérföldköve, vagy egy új jelző bástyája, egy, 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 egy világító tornya március 15-ének, tehát találkozni fogtok vele. De érdemes megnézni, mert, mert lehet látni azt, hogy mire is képes a magyar filmgyártás. Itt már csak egy pici jó ízlés kellene, hogy visszafogjuk a lovakat. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, nem lett rövid gondolom. Mindenkinek boldog március 15-ét kívánok, uh, hamarosan jelentkezünk új videókkal, addig is menjetek moziban, nézzetek filmeket, szevasztok!